Hello! Ebben a videóban nem a gameplayre kell majd figyelni, hanem arra, amit mondani fogok. Úgyhogy tök mindegy, milyen játszok, tök mindegy, hogy mit történik benne most, arra figyeljetek, amit mondok. Ezt a házat nem néztem még át. Megkap be, ezt nem is nézem át. Na, igen, sikeresen fölköltöztem, moztam a gépet, meg mindent, tehát, ja. Most úgy van a dolog, hogy ugye mi csak béreljük ezt a házat. Hát házat, mert 100 nem tudom hány négyzetméter. Nem olyan sokba kerül amúgy havonta, tehát áramunk fizetésére. Milyen 60-70-80 marad meg majd az én fizetésem. A lényeg az, hogy holnap lesz nekem állásinterjúm, ma kedd van. Holnap szerda, nyilván. Holnap lesz nekem interjúm. Az valószínűleg össze fog jönni, viszont én jelentkeztem kettő jobb helyre is. Az egyikhez kell valami erkölcsi bizonyítvány, azt majd kell kérni, azt hiszem postán. Na mindegy, mert megkérdezem nyilván. Vagy lehet, hogy ügyfélkapun is lehet, nem tudom. Tehát lényeg, hogy kell egy olyan az egyikhez, a másikhoz meg nem. De a másikból meg lehet, hogy az ilyen targonca vizsgát lehet letenni, vagy kell letennem meg ilyenek. És ott nem tudom mennyit keresni, de valamennyivel többet. A lényeg az, hogy a tulaj a net még nincs bekötve. Úgy van net, hogy a tulaj osztja meg a sajátját. Nos, ez olyan net, hogy kinn a konyhába ilyen hármas a jelerősség. Ott van ilyen 50 per 20-as kb. Csak wifi. Tehát azért nincs gépen net, mert káblesnek nincs. Ugye most eltennék egy ilyen USB-s modemet, ami ilyen 50 megabitet bír, de nem is olyan drága. De itt például az én szobámban itt ilyen 10 per 5-ös a net. Tehát kb. Olyan, mint amilyen otthon volt. Csak a feltöltés fele, vagy kétszer annyi, mint ami otthon volt. Hát így körülbelül igen. Viszont mondom, kint a konyhában ilyen 50 per 20-as. Tehát most az van, hogy gépen fölveszem ezt a videót, átkodolom, áttolom laptopra, laptopról a konyhából felmegy nem tudom mennyi idő alatt, majd kiderül. Ja, nos, tulaj az vasárnap jön haza. Amit érdemes, amit kell tudnotok, igazság szerint az az, hogy jövő héten, hogyha itthon lesz a tulaj, valószínűleg itthon lesz, akkor el lesz rendezve az, hogy be tudjunk így jelentkezni ide, mint ideiglenes lakhely, illetve a digi.hu-n ugye 1000 per 200-as net elérhető itt, meg tévét kértünk, vezetékes telefont azt nem, és ugye ilyenkor, ahol elérhető, de még nincs bekötve, köcsögmedve, ott 10 év van, ott ilyen új igényt lehet leadni, az nem tudom mennyi az átutás ideje, tehát hogy átnézik, stb. Ugye én ezt megcsináltam tegnap előtt, vagy tegnap. Úgyhogy majd vagy hívnak, vagy jön valami SMS, hogyha készen áll. Elvileg azt kell a tulajnak aláírni, és utána jönnek és bekötik valamikor. Ezt nem tudom pontosan mennyi idő, viszont addig nem tudok se live-ozni, se semmi se csinálni. Mert az megoldható, hogy én laptopon veszek föl ez jobb gatya, mint ami rajtam van. Tehát az megoldható, hogy a laptopon a laptopról veszek föl a Cségó Overwatchot, illetve Hearthstone-t. Ja, az megoldható, és akkor van Cségó, meg Aston, olyan maci ne köves léci. Ez nem jó, nem. Aj. Meg fog zabálni a medve. Tehát az megoldható. Ja, amúgy rendeltem tegnap egy USB-s fülest, Razer Kraken USB-t. Azért azt, mert arra van pénzem is, és nem akarok még mindig hetekig, meg hónapokig várni. Mondjuk egy hétig így is kell várni. Mert...
Ugye most van 13-a, holnap nem hozzák ki, biztos. Holnap után 15-e, ugye ünnep után a hétvége, utána a hétvége, és max jövő héten hozzák ki, hogyha kihozzák egyáltalán, de miért ne hoznák ki? Szia, Maci, hagyjál békén. Kurva, egy minek itt kellett lennie. Ja, nem mondom, azért azt rendelte meg, mert arra van most pénzem, és mondom, nem akarok várni még hetekig, hónapokig. Na még, hát inkább csak már ilyen másfél hónapig, amíg kapok egy havi fizetést, tehát ja. Amúgy úgy gondoltam, Bend is ez pedig izé. Úgy gondoltam, hogy ha be van kötve, ne utána tudok nyilván csak live-ozgatni, akkor megnézzük, hogy a Full HD és 30 FPS-es live az mennyire zabálja meg a gépemet. Hogyha nagyon megzabálja, akkor veszek egy nem ilyen nagyon fasza, hanem egy ilyen olcsóbb hát ilyen rögzítő kártyát, amit tud használni az OBS-re a gépem helyett, és nyilván ennek utána olvasgatok, meg teszteket, meg bemutatókat nézek, meg olvasgatok, nyilván magyarul, meg angolul is, hogy melyik a legjobb, amit tud Full HD 30 FPS-be. Hogyha úgy jó lesz minden, és ugye a fülesnek a mikrofonját fogom majd használni, és hogyha az is így hát jobb lesz, mint ez, vagy legalábbis így veszi fel a hangot, mint ez, és nincsen zaj alatta, vagy kisebb, akkor marad az. Hogyha rosszabb, mint ez, akkor addig marad az, amíg nem kapok majd egy havi fizetést, és akkor majd egy normálisabb mikrofon tudok venni, nyilván nem a legdrágábbat. Tehát a cél az mindenféleképpen egy Blue Yeti lenne, amilyen 50, nem, 50 körül van, azt hiszem, vagy drágább valamennyivel. Viszont nyilván nem annyiért vennék, hanem ilyen 15-20, max 25 környékén, mert én akarok venni még mindenféleképpen, mondta kurva medve, én akarok venni még mindenféleképpen egy nagyobb monitort. Amilyen, hát ilyen 27 szoros Full HD, és nem kell nekem 4K-s meg ilyen hülyeség, de ilyen nagyobb, mint ez, az biztos kell lennem. Tehát ilyen 27 szoros Full HD, és ilyen 4 millisekes vagy 1 millisekes, nem tudom pontosan, nekem az se számít, hogy 0 millisekes legyen felőle, nem lehet 5 millisekes is olyan, mint ez, nagyon úgy se számít. Ilyen 60-70-80 körül. Tehát valószínűleg az első fizetésem, nem tudok félretenni semmit, sőt lehet, hogy még a másodikból sem. De utána, hogyha minden jó és a live-ok is úgy mennek, hogy nem zabálja meg a gépet, nagyon legalábbis, és a hangminőség is elfogadható, vagy a képminőség az ugye elfogadható lesz 1200-as live vagy net esetén. Én nem olyan leszek, hogy adok neki 5 megabitet, hanem adok neki 50-et, bazen. Úgyis van 200, lesz 200 feltöltés, nyilván, hogyha bekötik majd akkor. Azt nem tudom, hogy mennyire stabilabb, mindenki azt mondja, hogy a digi a legstabilabb, meg amúgy is csak digi elérhető itt, szóval, ja. És ha minden jól alakul, akkor kb. 2-3 hónap múlva meg már nem tudok kezdeni félretenni. Nyilván ez rengeteg idő, addig még akármi történhet, de terv az, hogy ilyen 2-3 hónap múlva meg már nem tudok félretenni a gépre. Ez nyilván nem hónapokat ölel fel, hanem több mint egy évet kb. Majd ha ma új gépet veszek, akkor ma új gépház, akkor ma új egérbillentyű, normális a füles. A fülesben mindenféleképpen, hogyha addig nem jönnek ki új fülesek, akkor az a HyperX Cloud Flight, az a vezeték nélküli füles, ami egyébként Shure is használ, és kurva jó, és annak a mikrofonja is elég jó, de nyilván akkor már mikrofont is veszek, valószínűleg egy Blue Yetit, de majd kiderül, attól függ, hogy mennyire mennek le az árak. Megpróbálok majd mindent nyilván úgy intézni, hogy amikor akció van, ilyen 10%-os akció is milyen 5-6 ezreket jelenthet. Sőt, milyen videókártya, meg ilyeneken 10-20 ezreket is, tehát nyilván ilyen karácsony környéken fogok majd venni, az majd kiderül. Úgyhogy mondom, hogy ez a terv, hogy ebből mi valósul meg, meg mi nem, az majd kiderül, a kurvamed meg elment már innen úgy, vagy nem. Ilyen maci. Ott van a barlangja, ne szopass már.
Úgyhogy ez a terv. Most lehet, hogy a jobb, mert úgy jön össze, és nem kell annyi sporogatni, az biztos, hogy egy évet legalább kell spórolni. De hogyha a jobb menő jön össze, akkor kell egy évet, hogyha rosszabb, akkor ilyen másfél évet kell forrogatni, már úgy, hogy mindent meg tudjak venni, nem csak a gépet külön, hanem az egeret, billentyűzetek, mikrofon, fülest. Ez az egész billentyűzet, mikrofon, füles, hát mikrofon ilyen 50-60 körül van, füles 50-60 körül van, egeret meg billentyűzet, meg nem tudom, ilyen jobbat akarok venni, mert most ilyen pár ezer fontos egeret, meg pár ezer fontos billentyűzet, meg akkor már alátét is, az is egy ilyen 10 000 körül van, meg majd mindenféleképpen akarok egy nagyobb asztalt. Az nyilván attól függ, hogy meddig maradhatunk itt. Mert hogyha egy évig, akkor valószínűleg nem fogok venni nagyobb asztalt, mert úgyis megyünk majd el máshova. Hogyha legalább ilyen 3 évig, akkor nyilván megéri, mert itt leszünk sokáig. Akkor meg már normálisan be lehet rendezkedni, stb. Úgyhogy ja. Idáig ezek a tervek. Mondom, az elintézhető, hogy laptopról Hearthstone meg Chego-ol vagy csak tudok nézni, úgyhogy átdugom az egeret, ami USB, és meg átdugom a mikrofont. Ugye a mikrofont átdugom, ugye egy jack bemenet van a laptopon, ugye a mikrofont átdugom, akkor a fülesnek már nincs hely. Ezt is meg kell valahogy oldani, amúgy. Ja, de mindegy, ez még ráér. Mondom, ezt emészítek meg, és legkésőbb valószínűleg jövő hét pénteken lesz bekötve, hát legkésőbb, nem tudom pontosan, nem, biztosat nem mondok, de szerintem addigra már lesz net. Így is az van, hogy 2 hét net nélkül, az durva, mert gépen nyilván. De akkor már gyorsabban fog tenni az idő, mert akkor már dolgozni is fogok, tehát, ja. Ment normális munkaidőbe. Úgyhogy idáig ezek történnek, meg vannak. Amúgy ilyen lakástúr, meg romtúr valószínűleg nem lesz. Ja, mi az, ami még fontos? És kihagytam. Ja, úgy köszi, haszam, minden jó, jól vagyok én is. Ismerkedek még itt a környékkel, stb. Tehát semmi évek nincs. Mi az, ami még fontos? Nem akarom most, hogy 800 millió videót csinálni erről. Mert egyet csinálok ezt, akkor hogy valakinek van kérés, az fölteszi kommentbe, azt válaszolok rá, hogyha nincs, akkor meg minden fasza. Most hadd gondolkozzak azon, hogy mit hagytam ki, amiről akartam beszélni, de most nem beszéltem. Szerintem nincs ilyen. Ja. Szerintem ilyen nincs. De nyilván hetek múlva, meg hónapok múlva majd kiderülnek ezek a dolgok. Ja. Tehát minden jó lesz, csak idő kell hozzá. Net is lesz, csak idővel. Próbáltak egyébként tesomikkel intézni, de a tula is olyan, hogy tegnap még úgy volt, hogy ezen a héten el tudjuk intézni. Tegnap este beszéltem vele, akkor meg már az volt, hogy ja, úgy ma reggel megy el, nem tudom hova, és vasárnap délután jön csak ide-vissza, mint a környékre. Hát mondom, fasza, hogy addig bírjuk net nélkül, stb. Mert nem rossz amúgy az 50x20-as, tehát filmeket, neten meg videókat tudok nézegetni, de hát... Hát most értitek, mire elég egy játékosnak, tehát... Már így is olvasgattam, hogy milyen frissítések jönnek ki Chego-hoz nagyon nem jön, de PUBG ez már van valami, megint új valami rendszer, meg stb. Tehát megint mondjuk egy hónap múlva, amikor tudok majd játszani úgy normálisabban a live mellett, akkor meg már megint minden más lesz, az balfasz leszek, mert, mert hozzá kell szokni, stb. Ja. Úgyhogy csak mondom, hogy ezek idáig a tények.
De majd így normálisabban, hogy mennyi ideig tudok spórolgatnom, stb. Az már nyilván az első fizetése megkapása után, az első teljes havi fizetése megkapása után derül majd ki. Ja. Ami nem most lesz. Nem is egy hónap múlva, hanem ilyen másfél hónap múlva kb. Ja, mondom, hogyha minden jól alakul, akkor hát kb. A jövő héten tudok kezdeni. Ja, de hogyha behívnak a jobb helyre és interjúra, akkor meg az lenne a legjobb nyilván. De majd mondom, majd folyamatosan próbálok informálni mindenkit, azt majd lesz, ami lesz. Legrosszabb esetben is minden marad úgy, ahogy volt, mert így a videózgatás terén. Azt majd valamikor lesz jobb képen, majd egy másfél-két év múlva kb. De akkor egy fullos lesz, az biztos. Ja. Úgyhogy ja, mindennyit akartam csak mondogatni. Ugye ezek történnek most, és ezek fognak történni majd, előre láthatólag. Ja, de most felé van a tulajt, azt megkérdezem, mikor lesz úgy itthon, hogy el tudjuk intézni, hogy online lesz a szart a netten, meg hogy be tudjunk jelentkezni ide ideiglenes, és azt utána meg már mehet a dolgára. Igazság szerint. Úgyhogy ja. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, majd még találkozunk. Na, ciao!